jelen pillanatban 49 fővel látjuk el, itt mondhatom azt, hogy a szociális, illetve gyermekjóléti alapellátást a városban, illetve a társult településeken. Én magam 2016 óta vagyok ennek az intézménynek a vezetője, előtte pedig családgondozóként, illetve a gyerekjóléti központ vezetőjeként dolgoztam itt. Éppen 25 éve ez a terület, ez az enyém. Tehát én itt jól érzem magam, nagyon sok felé megtapasztaltam így a szociális területet, de hogy ez az alapellátás, ez az én világom, és mindenféleképpen azt gondolom, hogy itt van szerepem, és tudom, hogy mi az, amit szeretnék. Jól dolgozni, vagy hogy az ember jól érezze magát, ahhoz egy nagyon szoros családi háttér, és hát egy otthon is hozzátartozik. Nekem két fiam van, és ők mindig visszajeleztek, tehát így a kezdetén, amikor elkezdtem a szociális területen dolgozni, a gyerekeim már abból, ahogy az ajtót nyitottam, vagy ahogy a kabátomat felakasztottam a fogasra, már úgy tudták, hogy na most akkor mennyi idő kell anyának, hogy hát regenerálódjon. Na most ez a hosszú idő elteltével az ember ezt megtanulja kezelni, de természetesen ez nagyon nem egyszerű. Tehát a mai napig nagyon sok olyan történet van, ami megérint, és leginkább az, amikor az ember a tehetetlenségét érzi, hogy nem tudsz mit csinálni. Én mindenféleképpen azt gondolom, hogy ez egy nagyon nagyszerű elismerés, és én ezt mindenféleképpen úgy is kezelem, és hát természetesen még nagyon sok mindent szeretnék tenni a továbbiakban, nagyon sok ötletem és gondolatom van, és ezt szeretném mindenféleképpen továbbvinni.